Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltánnal beszélgetünk. A lovasnapokon úgy váltunk el, hogy arról beszéltünk, hogy egy minősítőre készül. Megvolt ez azóta? Én is köszöntöm a nézőket. Igen, sikerült minősülést szereznünk november végén Ébreisdorfban, Ausztriában megrendezett nemzetközi versenyen. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy Kabala is ön, akkor most már a nemzetközi porondon is jelen vannak. Mit kell tudni erről? Hát az elmúlt hétvégén az első nemzetközi versenyünkön részt vettünk. November 25-26-27-én egy háromnapos 10 nemzet részvételével megtartott nemzetközi díjugrató verseny került megrendezésre Ausztriába, ahova egy 5 fős csapattal érkeztünk Hortobágy és Karcag színeiben. Mit kell tudni a versenyről, magáról a versenyről, hiszen itt a nemzetközi, azért itt nem mindenki ismeri egymást, tehát önöket most ismerték meg, vagy a csapattagjai azért már voltak máskor ilyen versenyen? A korábbi csapattagjaim közül már volt, aki részt vett ezen a versenyen. Egy nagyon patinás helyszínen voltunk, egy 100 hektáron elterülő lovas létesítmény, ahol szinte minden hétvégén valamilyen lovas verseny, legtöbbször díjugrató verseny kerül megrendezésre. Ez a helyszín idén már otthont adott egy Global Champions Tour fordulónak, illetve 2 évvel ezelőtt az Európa bajnokságot rendezték meg ezen a helyszínen, úgyhogy elmondhatom, hogy világszínvonalú körülmények között tudtunk versenyezni. Tehát akkor a helyszín adott volt, minden adott volt ahhoz, hogy Kabala jól szerepeljen. Itt mi néztük a videót, ami ott készült a versenyről. Épp azt mondtam önnek, hogy olyan, mintha nem is venni komolyan, tehát neki ez nem megerőltető, mintha 100 centin versenyezne, holott nem annyi versenyzett. 130 centiméteres számokban indultam mind a 3 nap a lóval. Azt tudni kell, hogy azért egy nemzetközi 130 cm az sokkal komolyabb feladatot jelent, mint akár egy országos bajnokságban megrendezett 130 cm-es verseny. A versenyzői létszám az igen-igen magas volt. A 3 nap alatt közel 1000 startot bonyolított le a versenyrendező, és hát a 130 cm-en közel 70-en indultunk minden nap versenyzők, versenyzőpárosok. És akkor Kabala az nagyon nyugodtnak tűnik, legalábbis ahogy itt néztük a videón. Ön is úgy érezte, hogy nagyon nyugodt volt a ló, tehát az idegen környezet nem zavarta? Nagyon kiegyensúlyozott szerencsém van, hogy nagyon kiegyensúlyozott a ló. Maga az utazás 8 óra volt, amíg ugye kiértünk a helyszínre. Természetesen már ez is meg szokta terhelni, meg szokta viselni a lovakat egy ilyen hosszú út. Csütörtökön 1 nappal korábban érkeztünk a verseny helyszínére, és nyilván a lepakolást követően még ott az este folyamán egy edzés az történt, és pénteken volt az első versenynapunk, amikor is hibátlan lovaglással tudtunk körbeérni a 130 cm-es versenyszámban, és második legjobb magyarként a 14. helyen végeztünk. Ki előzte meg a magyarok közül? Hát egy kis hortobágyi hölgy volt, aki 9. helyen végzett előttem, ő is hibátlan lovaglással. De akkor azt gondolom, hogy ilyenkor az ember az újabb erőt kap ahhoz, hogy másnap még megpróbáljon hibátlanul lovagolni. Igen, ez a pálya ismét ugye még nagyobb önbizalmat adott mind a lónak, mind részemre, és hát a következő nap talán egy picit fáradtabbnak éreztem a lovat, és 2 apró hibával mentünk körbe. A vasárnapi számra, ami úgy gondolom, hogy még nehezebb volt, mint az előző 2 nap, hiszen a követelmények napról napra nehezettek. Ott egy szerencsétlen apropó folytán a legutolsó akadályhoz ért hozzá a ló, és az esett le, de ott is majdnem sikerült ismét a hibátlan lovaglás. Azt hiszem, hogy azért ehhez is nagyon gratulálunk önnek. Hogyan lehet ilyenkor mondjuk megnyugtatni a lovat? Ezzel a lóval nagyon nagy szerencsém van, tehát nyilván 7 éves a ló, már a születésétől fogva ugye én nevelgettem. A kiképzése az 5 éve folyik, kizárólag én lovagoltam, én képeztem ki, saját kiképzés, saját nevelés, és nyilván ismerem a lónak minden gondolatát, ahogy ő is az enyémet, tehát egy olyan szoros kapocs alakult már ki, méltán büszke lehetek a lóra, és ő pedig bízik bennem, és amit kérek, azt mindet megpróbálja a legjobb tudása szerint teljesíteni.
Nézőink egy korábbi riportban láthatták, amikor a lovadában voltunk kint, hogy mennyire bízik önben a ló, és hogy milyen ez a kölcsönös bizalom, hiszen ott sírt át ön mellett, és tényleg nagyon halkan adott neki utasításokat, és ugyanúgy végrehajtotta. Tehát ez valóban így van, mi is láthattuk, hogy nagyon megbíznak egymásban. Most ezzel a nemzetközi versennyel a ló idézelbetéve értéke, tehát versenyértéke, az most mennyit nőtt? Hát úgy gondolom, hogy ismét nőtt az értéke, de én úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal több van még ebben a lóban, és a következő évben még nagyobb feladatok elé fogom állítani, és úgy gondolom, hogy azt is sikeresen fogja megoldani. Természetesen mindenhez idő kell, tehát ezeken a pályákon a lónak rutint kell szerezni, meg kell tanulnia, hogy ilyen nagy ugrásokon ezeket a feladatokat hogy lehet a legkönnyebben megoldani, és ehhez elegendő időt kell részére biztosítani. Akkor ez jelenteti azt is esetleg, hogy a 130 centit esetleg 135 jövő év végére esetleg már olyan versenyeken vesznek részt? Ebben az évben már 135 centis versenyszámokban is indultam vele. Ausztriát megelőzően egy háromnapos országos bajnokságba 135 centis döntőben 4 hibapontot tudtam vele lovagolni, ami 8. helyet jelentett. Én úgy gondolom, hogy a következő évben 140 cm évvégére, 140 cm-es pályákon már fogunk tudni szerepelni. Hát akkor azt gondolom, hogy ezt majd jövő ilyenkor megkérdezik öntől, hogy sikerült-e, de én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a 2017-es év is, és hasonló szép kupákat és mindenféle nemzetközi eredményt. Viszont a végén egy kérdést szeretnék még föltenni, hiszen beszéltünk arról, hogy mennyire saját módszerre képezi ezt a lovat, tehát Kamalával mennyire foglalkozik, de ehhez azért nemzetközi minősítéseket is meg kell szerezni, tehát önnek is, mint lovasnak is képeznie kell saját magát. Így van, hát minden nap képezzük a lovat is és magamat is. Már mondtam korábban is, hogy a Mátai Ménes vezetőjével már 13 éves, lassan 14 éves edzői kapcsolatom van, tehát az ő iránymutatásainak megfelelően végzem a napi munkát. Az ugróedzések nagy része pedig az ő irányításával folyik, tehát nyilván a sík munkát azt önállóan végzem, természetesen arra is figyel az edzőm, de az ugró kiképzése a lónak az ő irányításával folyik minden héten. Meg lehet egy vagy két szóban határozni, milyen a tele kis stílus? Úgy gondolom, hogy aki ismer, azt minden lovasnak van egy saját egyéni stílusa, az biztosan jobban el tudja mondani, mint én. Én úgy gondolom, hogy egyfajta stílus van a jó lovaglás, tehát az a lovaglás, ami az eredményeket is majd hozza. Tehát akkor mondhatom azt, hogy határozott és biztos kéz. Hát határozott és könnyű kéz. Köszönöm szépen, és akkor hasonló szép sikereket kívánunk önnek jövőre is. Én is köszönöm szépen az interjút.